Hogyha már sikerül egy emberrel egy asztalhoz leülnünk, akkor így érdemes elkezdeni az ő tájékoztatását. Nyilván valamiért tudni fogja, hogy kávé szerepel a történetben. Mindig kérdés, hogy mennyibe kerül a kávé, hogy ez nem drága-e, és akkor mindig az ember ugye próbálja magyarázgatni, hogy hát egy tasakból kettő, meg három is kijön, meg van, ahol még tizet is csinálnak belőle. Elég nehéz ezt így elhinni, ezt a dolgot. Meg akkor a másik dolog, hogy olyan nincsen, amit le lehet darálni, meg ki lehet főzni, mert hogy az ilyen instant, az nekem nem jön be. És magyarázhatok telefonba is, meg személyesen, meg akár, hogy ez nem olyan. Jó, de instant, vízbe kell rakni, és sülod, igen, na, ez olyan. Mennyire jobb megmutatni? És azt szeretném megmutatni, hogy hogyan érdemes megmutatni. Gyakorlatilag, mikor kávéról beszélünk, fekete kávéról beszélünk, ezt István is Ihanyban egészen jól elmondta, akkor az emberek egy ekkora kávéra gondolnak. Ugye? Régen, az én korosztályom még emlékszik rá, amikor a presszóba kávét kértél, az ilyen nagy volt az üveg pohár. Emlékeztek még rá, amikor azért hívták, valamelyiket duplának hívták, meg szimplának hívták, ugye, a kávét, hogy kifolyott, és akkor fogta a presszósnál, és egy kettő pohárba gyöntözgette, így, és akkor aztán utána egy szétfelezte a kettőt, és az volt egy-egy kávé, ami kijött, ilyen alumínium kis tálcikára rakták. De az ennyi volt. Az fél deci kávé volt. A presszó kávé az fél deci. Úgyhogy megkérdeznéd, hogy egyébként milyen kávét szeret, vagy bármi, mert szerethet akár, lehet, hogy nem is szereti az ilyet, de kérdései lesznek a kávéval kapcsolatban. És mi meg tudjuk előzni, sőt, nem csak, hogy meg tudjuk előzni, hanem más dolog fog történni. Forró víz, kávé, most megpróbálom úgy kinyitni, hogy bele tudjak aztán nyúlni. Ja, az köszönöm szépen. Itt jön az első dolog, ami mutatvány, és fontos, hogy ne dobd bele a kávéba, vagy a vízbe a kávét, hanem mutasd meg neki, hogy a instant kávé, amit eddig ismertél, az ilyen? Hát nem, hát ez darált kávé, nem? Majdnem. De mégsem az. Ez ugye, ami a black coffee-ban van. Ez a kávé az, amit mi használunk. Ugye nem az a darabos valami. Megszagolod? Mi? Na tényleg, milyen illata van? És ismeritek az instant kávénak az illatát? Hát annak csak kávé szaga van. Igen. Jó. Oké, akkor ezzel rendben vagyunk. Akkor nézzük meg, hogy mit művel ez az instant kávé. Én általában ilyen másfél kanálnyi belekerül. Ha ezt megcsinálja egy instant kávé, akkor úgy kell neki, úgyse fogja, tehát azok a darabos valami, hogy lesüllyed az aljára, aztán kész. Ez meg annélkül, hogy bármit csinálnánk, szépen elkezd oldódni, és már alig van a tetején valami. Hogyha még meg is keverem, és fontos egyébként, jó megkeverni, mert ilyenkor történik az, amit a kotyogó kávéfőzőben szokott történni, hogy a kávénk pont olyan lesz ránézésre, mint hogyha most töntötték volna ki a kávéfőzőből. A videótoknak hozom. Pont olyan a kávé, ugye? Illatminta. Nyugodtan meg kell szagoltatni az emberrel. Itt volt egy vendéglátóipari ember, illetve szállodás. 30 évet lehúzott a szállodaiparba. Ma már nyugdíjas, de most is a vendéglátásra foglalkozik nyugdíj mellett. Amikor bejött ide, ebbe a terembe voltunk, akkor én megpróbáltam neki feltenni az első kérdést, ami úgy hangzott volna, hogy egyébként innen most egy kávét. És ennyit tudtam kimondani nagyjából, hogy egyébként, és arra azt mondta, hogy igen, kávét kérek. Nyilván tudta azt, hogy kávéról van szó egyáltalán, de azt is tudja, hogy az ilyen emberi kapcsolatok, amikor üzletről vagy bármiről van szó, az úgyis azzal kezdődik, akkor most megspórolja az időt a vendéglátónak, hogy ne kelljen megkérdezni, hanem megmondja előre, hogy kér. És ugyanezt megcsináltuk vele, megmutattam neki mindent, és aztán utána kezébe vett a poharat, és ott tett, amit én még nem láttam kávéval egyébként, borral már láttam, hogy megszagolgatta, megnézegette, és így tényleg ott van, amit mondott, hogy nagyon finom a kávé íze, mondott még egy-két jellemzőt róla, de hogy a végén kicsit savanykás íze van. Valamint, de most megbuktunk. Ez kész, mondom, ez megállapított valamit benne, és akkor meg is van az indoka, hogy miért ne. És aztán utána azt mondta, hogy de ez egyébként így jó.
És akkor Vali mondta neki, hogy az első kóstolás után, hogy esetleg cukrot nem akarná tenni bele, nem rakta bele a kávé cukorra. És teljesen rendben volt a dolog. Szóval, hogy igen, jó fejek vagyunk, hogyha kényeztetjük a kapcsolatainkat azzal, hogy megkeverjük neki a kávételevésre, adjuk, de akkor nem látott az egészből semmit. Fogalmam is, hogy miből öntötted ki, hogy mit öntöttél ki, hogy tényleg az-e egyébként, mint ami a tasakban van, nem valami más. És szerintem megéri ezt a 3 percet, hogy az első alkalom, hogy megmutatni. És itt nyugodtan elmondhatod azt, hogy ez a fekete kávé. Van, aki ezt egyáltalán nem szereti, van, aki meg így szereti, natura, hogy van. De itt van a többi, aminek mindegyiknek ez az alapja. És ez a lényeg. Tehát tök mindegy, hogy az a 3-1-ben kávé, vagy akármelyik moka, vagy bármi, ez az alapja, ez a kávé, ugyanebből készül. És innentől kezdve ugyanúgy működik is mindegyik, de ezzel lehet jól megmutatni azt, hogy nem egy pót kávé, nem egy ilyen valami szintetikus akármi ez, hanem ez egy igazi kávé, egy valódi kávé. Ha megengeditek az embereknek, hogy meggyőződjenek róla, szerintem egészen másképpen fognak aztán utána nekiindulni a dolognak, fogyasztóként, törvásállóként, vagy pedig hálózatépítőként. Ezt meg majd eldöntitek, hogy eldöntitek közösen. Oké. Okay.